érdekességekkel, izgalommal teli éjszakát éltek át a Rozbaring utcai alapiskola tanulói. Rozhodně je to noc zanderzenom, je to projekt, do kterého jsme jako škola zapojeni už čtvrtý rok. A v tomto roku Az Andersen éjszakája nevű projektbe 4 éve kapcsolódtunk be, és elmondhatom, hogy ebben az esztendőben még színvonalasabb a rendezvény, hiszen igencsak kreatív pedagógus kollégákra támaszkodhatunk, akik azon igyekeznek, hogy ez az éjszaka varázslatos legyen a gyerekek számára. S mivel mi oktatási intézmény vagyunk, fontos, hogy az ide látogató gyerekek valamit tanuljanak a rendezvényen, ez hasznos legyen számukra. Már decembertől lelkesen olvassák azokat a kötelező témákat, melyeket meghatározunk számukra. Könyvtárba járnak, rejtvényeket fejtenek. Persze nem minden gyermek kitartó, de azok, akik teljesítik a feladatokat, hogy jutalomként itt lehessenek. Ezért ezen az éjszakán nem csupán olvasunk, hanem igyekszünk hasznosan szórakoztatni őket, élményszerűvé tenni az új ismeretek befogadását. Ale vlastne sa snažíme ich nejakým spôsobom aj zaujať, zabaviť a nejakou zážitkovou formou im tie poznatky, nejaké vedomosti aj vštepiť. Megszólítottuk a főszervezőt is, azt kérdezve, mely gyerekek tölthettek el egy éjszakát Andersennel. Nekik már az is jutalom, hogy itt lehetnek éjszaka. Persze ez így nagyon egyszerű lenne, ezért sok kalanddal teli programot szerveztünk számukra, melyek egyben tanulságosak is. Az éjszaka során megtanítjuk őket arra, hogyan viselkedjenek, és ne lepődjenek meg a váratlan helyzetektől. Amikor például ebben a jelmezben fogadom őket, rossz kalózként, azzal kezdtem, hogy nem ijedhetnek meg. Ha túl akarják vészelni az éjszakát, ezen az elhagyatott szigeten nem félhetnek. Aztán jött a fizikai testi képzés, ami a kitartásról szól. Megtanítottuk őket, hogyan kiabáljanak segítségért veszélyes helyzetekben. Hogyan működjenek együtt fiúk, lányok egyaránt. A másodikosak és a hatodikosak valóban segítették egymást. Hangsúlyoztuk, mennyire fontos, hogy odafigyeljenek egymásra és együttműködjenek. Most éppen az utolsó képzés zajlik, mely során minden egyes testrészüket megmozgatják. Ezután egy nagy meglepetés várja őket. Egy váratlan tűzeset az iskola udvaron, illetve a tűzoltók bevetése, akik megjönnek, eloltják a tüzet, és a tűzoltó berendezéseket is megmutatják a gyerekeknek.